Draga braćo i sestre, Slavje Božića iz godine u godinu prilika je da se setimo skromnih prilika u kojima je rođen naš spasitelj Hrist Gospodin. Uvek iznova pravimo štalicu, smeštamo detešce u jasle uz Mariju i Josipa, vola i magarca, i sećamo se zvezde repatice i anđelske pesme, pastira i mudraca koji su mu se došli pokloniti. Ta evanđelska božićna priča zaista je jedna lijepa priča. Njezin sadržaj uvek iznovagane, sretni smo jer to je priča sa sretnim završetkom. Taj sretni završetak, ono novorođeno dete, Bog koji je zbog nas postao čovek, oko kojega se u božičnoj noći okupljamo. Zbog njega je Betlejemska štalica obasjana svjetlom i anđeli se raduju. I mi mu i ovom Božiću prilazimo poput njih s radošću i strahopoštovanjem. Stojimo u redu, strpljivo čekajući da vidimo to maleno detešce, jer ono je jedinstveno, posebno, Bog i čovek. Bog je po božičnom događaju, po rođenju u jaslama njegovog utelovljenog sina, kao jedinstvenog mirotvorca u historiji ljudskog roda pokazao da mu je na srcu naš nemir, naša nezaštićenost, naša nesreća. Zato je odlučio ponuditi nam svoj trajni i usrećujući mir, mir u našim srcima, mir u našim međusobnim odnosima. Bog je znao da svaki onaj koji je svesno i potpuno priklonjen njegovom sinu Isusu Kristu, mirotvorcu, ne može drugčije nego i da sam bude mirotvorac. On sa svakim takvim i računa. Imajmo na umu da je ovo novorođeno božansko detešće došlo kao mirotvorac i spasitelj svim ljudima, svim narodima, svim rasama i klasama, svim generacijama. Svi na njega imaju pravo, pravo i mogućnost da ga upoznaju, da ga prihvate i zavole, da mu stave sebe na raspolaganje. Blago svima onima koji u ovom detetu Isusu prepoznaju svoga spasitelja i kao takvoga ga ih prihvate. Za njih, kaže Isusov apostol Ivan, kako slušamo na božičnoj dnevnoj misi, onima koji ga primiše podade moć da postanu deca Božja. Može li netko poželjeti i dobiti nešto više od toga? Mir ljudima dobre volje, ljudima miljenicima Božijim. To je jasna poruka Božića. Jesmo li mi među takvima, među ljudima dobre volje i među opredeljenim verodostojnim mirotvorcima? odužimo se i mi božanskom mirotvorcu, otvorenim svojim srcem, prihvaćajući ga i živeći s njime tokom celog svoga života. Tako će nam ne samo ovaj Božić, nego i svi dani našeg zemaljskog života biti sretni i blagosloveni. Svim članovima naše parohije, u domovini i u tuđini, kao i svim mojim sugrađanima i savremenicima, ljudima dobre volje. Od srca želim sretan Božić i blagoslovjenu novu 2024. godinu, te mir sa spogom, s bližnjima i sa samim sobom. Hrišćanskoj braći i sestrama koji Boži slave prema starom julijanskom kalendaru upućujem također iskrene čestitke, mir Božji, Krisztus Szerodi. Kedves testvéreim! A karácsony évenkénti megünneplése jó alkalom arra, hogy visszaemlékezzünk azokra a szeri körülményekre, amelyek között megváltunk az Úr Krisztus született. Újra és újra Betrehemi Istálót építünk, az újszülött gyermeket a jászolba helyezzük, Mária és József az ökör és a szamár mellé és emlékezünk a betlehemi csillag ragyogására, az angyalok énekére, a pásztorokra és a bölcsekre, akik eljöttek imádni őt. Ez az ősrégi meghitt karácsonyi történet valóban gyönyörű történet. Tartalma újra és újra megindít bennünket. Boldogok vagyunk, mert ez egy boldog végű történet. Ez a boldog történet pedig az az újszülött Isten gyermek, aki emberré lett értünk, aki köré gyűlünk karácsony éjszakáján. Ő ragyogja be a betlehemi szerény istálót. Az angyalok örülnek, mi is úgy közeledünk hozzá idén karácsonykor, mint ők, örömmel és áhítattal. Sorban állunk, türelmesen várjuk, hogy láthassuk azt a pici gyermeket, mert egyedi, különleges, Isten és ember a karácsonyi eseménnyel megtestesült fiának, mint az emberi faj történetében egyedülálló béketeremtőnek, a jászolban való születésével, Isten megmutatta, hogy nyugtalanságunk, kiszolgáltatottságunk, boldogtalanságunk az ő szívén van. Ezért döntött úgy, hogy felajánlja nekünk állandó és boldog békéjét, békét a szívünkben, békét a kölcsönös kapcsolatainkban. Isten tudta, hogy mindenki, aki tudatosan és teljesen alárendeli magát fiának, Jézus Krisztusnak, a béketeremtőnek, az nem tehet mást, mint hogy maga is béketeremtő legyen. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez az újszülött isteni gyermek béketeremtőként és megváltóként jött el minden emberhez, minden néphez, minden fajhoz és osztályhoz, minden generációhoz mindenkinek joga van hozzá. A joga és a lehetősége a vele való találkozásra, elfogadására és megszeretésére, számára elérhetővé válásra. Boldogok mindazok, akik ezt a gyermek Jézust megváltójuknak ismerik el, és befogadják életükbe. János apostol mondja róluk, ahogy a karácsonyi misén halljuk, akik befogadják, Hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akarhatna és kaphatna valaki ennél többet? Békesség a jó akaratú embereknek, az Isten által szeretett embereknek. Ez a karácsony egyértelmű üzenete. Vajon mi ezek a közé, az emberek közé tartozunk? Jó akaratú és elkötelezett hiteles béketeremtők közé? azáltal válunk az Isteni béketeremtőhöz méltókká, ha nyitott szívvel elfogadva őt, vele éljük egész életünket. Így nem csak a karácsony, hanem földi életünk minden napja is boldog és áldott lesz. Plébániánk minden hívőjének itthon és külföldön, valamint minden polgártársamnak és kortársamnak, jó akaratú embernek, Szívből kívánok áldott és békés karácsonyi ünnepeket, és sikeres új 2024-es esztendőt, békét Istennel, békét embertársainkkal, és békét önmagunkkal. A régi Julián Julian naptár szerint karácsonyt ünneplő keresztény testvéreinknek is őszinte köszöntőt küldve, Isten békéje, Krisztus megszületett.